Hol tartunk most, mi történt eddig? A Paktum szervezet elkezdte a működését, és most már eredményeket is lehet felmutatni, hiszen megkezdődtek a képzések, a képzésekből már kerültek ki munkavállalók vállalkozásokhoz, és egyre több olyan támogatott munkahely van, olyan támogatott dolgozó van, akinek akár a bérét vagy a bérköltségét tudjuk támogatni, és a szabad és a nyílt munkaerőpiacra tudnak kerülni. Én azt gondolom, hogy kezd beérni ez a feladat, ez a munka. Egyre több olyan munkavállaló, aki eddig akár munkanélküli volt képzés által, vagy támogatott munkahely által, most már a munkaerőpiacon van. Én azt gondolom, hogy elérjük azt az eredményt, amit kitűztünk, bár nehéz lesz, hiszen nagy a vállalásunk, az, hogy szinte a teljes foglalkoztatást elérjük ebbe a régióba, de azt gondolom, hogy ha nem is pontosan másfél-két év múlva el fogjuk érni, de nagyon meg fogjuk közelíteni. Hogyan tapasztalja a megyét járva, hogy ismerik már a vállalkozók ezeket a lehetőségeket, és keresik a Paktum szervezetet? Igazából még ebbe egy kicsit hátrányba vagyunk, hiszen meg kell keresnünk a vállalkozókat, fel kell kutatni a munkavállalókat, a leendő munkavállalókat. Abból a szempontból szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a munkaerőszolgálati irodák, a munkaerőügyi központok ismerik ezeket a dolgozókat, vagy leendő dolgozókat, de a vállalkozókat segíteni kell, el kell nekik mondani, hogy tudunk segíteni abból, hogyha munkaerőt keresnek. Tudunk abba segíteni, hogy képezzük őket, és úgy tudják felvenni ezt a munkaerőt, hogy már az ő igényeikre vannak kiképezve, és azt is tudjuk azt, hogy még a képzési idő tart, akár támogatjuk az ő bérüket, bérköltségüket, és így sokkal könnyebben veszik fel ezeket a új munkakezdőket, vagy ezeket a munkanélkülieket, akik most kerülnek be az elsődleges munkaerőpiacra. Itt már hallottunk azért olyanokat, akik ennek a Paktumnak a révén kaptak munkát, vagy ők maguk lettek munkavállalók. Így van. Szerencsére ez már nem egy kezdeti stádium, hanem nagyon sokan vannak, akik úgymond támogattuk, hogy felvegyék a bérüket egy fél évig, utána tovább foglalkoztatásukat. Én azt gondolom, hogy sikeres ez a program, és egy kicsit azokat a nehézségeket, hogy egy munkanélkülit valaki felvegyen, akinek nincs a megfelelő képzettsége, ezt ez a Paktum, ez az iroda, ez az összefogás, ez át tudja hidalni, hiszen olyan képzéseket vittünk végbe, és viszünk végbe az elkövetkező időszakban, amire a munkaadóknak van szüksége. Nem olyan képzéseket, amire megvan a képzése, van akár egy OK és papírja, és nem tud vele elhelyezkedni, mert kiderült, hogy nincs a munkaerőpiacon igény. Meg van fordítva a helyzet. Itt úgy van, hogy a munkaadók jelzik azt, hogy milyen képzettségű szakemberekre lenne szükségük, és itt a Paktum által a képzési költségek felhasználásával meg tudjuk azt oldani, hogy olyan munkavállaló kerüljön a munkaadóhoz, aminek a megfelelő képzettsége megvan, tehát tanfolyamokat indítunk, a tanfolyam végén oklevelet kapnak, és már az oklevél átvétele után már ahhoz, ahol le van szerződve, már ahhoz a munkaadóhoz le is tud szerződni, és munkát kap. Reméljük, hogy egyre többen lesznek ilyenek. Köszönjük szépen! Én abban bízok, hogy egyre kevesebben, hiszen egyre kevesebb olyan ember lesz, aki már munkát keres, és aki már munkát talált, annak pedig egyre magasabb lesz a fizetése. Ez a célunk. Köszönöm szépen!